Most hát a többi gyújtogatót oda engedni? Igen. Méro vagyok, következő szabfőrvény! Azt nem lehet, az nem se. Soha nyomjuk. Kérdeztem az Anitát, de hogy így van. Diáktársaim, a mai rendezvény szervezői, a hallgatói hálózat tagjaként és magánemberként is elhívtak erre a rendezvényre. Magánemberként azért, mert a rendezvény az ELTE Társadalomtudományi Kar hallgatói önkormányzatának képviselői szervezték. Ez volt az a hallgatói önkormányzat, amely még februárban... Ez így? Kiabálj! Fordíts! Hallgatók, jöjjenek közben! Képviselőink felismerték, hogy akár a hallgatói önkormányzattól és az országos konferenciától függetlenül is szervezhetnek mindenkit megmozgató rendezvényeket. Köszönöm továbbá, hogy a hallgatói önkormányzatok országos konferenciája is felismerte, hogy semmilyen békés módszer nem nevezhető túl radikálisnak akkor, amikor a hallgatók érdekéről és a hallgatók jövőjéről van szó. Fontos, hogy a mai tiltakozó akció éppen a hallgatói szerződés kérdésében jött létre. A kormány, a köz, az állam, a nemzet nagyobb hasznával próbálja védeni a röghöz kötő szerződést. Mi úgy véljük, mindez nem indokolja fiatal munkavállalók mozgásának korlátozását, az Európai Unió egyik alapelvének durva megsértését. Úgy gondoljuk, egy ilyen szerződés aláíratása egyenlő a diákok megalázásával. Igen. A önök azt hitték, hogy a folyamatos kommunikációs trükkök a bejelentések vizsgaidőszakra és ünnepek előtte történő időzítése, a tárgyalási szándék szimulálása és a tiltakozók elleni propaganda hadjárat letöri majd a diákok lelkesedését. Ha tényleg erre számítottak, akkor nagyon csúnyán tévedtek. Igen! Itt vagyunk ma is, és folytatjuk addig, amíg a kormány nem teljesíti a hallgatók 6 pontját. Lassan fogom mondani, hogy mindenki megértse. Először követeljük a köz- és felsőoktatás átfogó reformját. Másodszor követeljük, hogy legalább 44 ezeren kezdhessék meg állami ösztöndíjas formában felsőfokú tanulmányaikat. Harmadszor követeljük, hogy állítsák le a forráskivonást, kompenzálják az elvonásokat. Negyedszer követeljük, hogy töröljék el a hallgatói szerződést. Ötödször azt követeljük, hogy ne korlátozzák az egyetemek autonómiáját. Végül azt követeljük, hogy az átfogó reform biztosítsa a hátrányos helyzetű családokból származó gyermekek számára is az esélyt a felsőoktatásra való bejutásra. Először is egy nagyon nagy hajrá minden egyes diáknak, aki kiáll az igazáért. Gratulálok nektek, csöbelem a baseball sapkám előttetek. Végre ti is felébredtetek, itt volt az ideje. Nagyon fontos dolog a tudás kérdése. A legnagyobb hatalom, amit az ember birtokolhat és gyakorolhat, az a tudás.
ugyanis az anyagi javakat bármikor elveszthettem az életem folytán, de a tudással újra tudom teremteni az életemet, föl tudom építeni a jövőmet. Tehát amikor a kormány meg akarja vonni tőletek a tudást, akkor mire törekszik? A jövőnket rombolja, nem igaz? Tehát nem szabad hagynunk, hogy Orbán Viktor és a kormánya, vagy a bármikori politikai elit elvegye a jövőt. Hiszen a jövők azok, ti vagytok a fiatalok, akik a tudás által, amit a tanulás folytán megszerezhettek, újra tudtok építeni. Hiszen az emberektől már elvettek Magyarországon mindent. Anó a rendszerváltáskor megkapták a nyugati demokráciák álmait. Csak azt felejtették el megmutatni nekik, hogy hogy szerezhetik meg ezeket az álmokat. Tehát a magyar ember először elvesztette az álmait, aztán szépen lassan elvesztette a munkáját. Most pedig azt veszük észre, hogy elveszik az összes pénzét is. És most, amire törekednek, a tudás elvétele által el akarják venni a jövőjét. Ezt nem szabad hagynunk, ezért kell kiállnatok mindenféleképpen azért, hogy tanulhassatok. Mert a tudásnak az iskolarendszer megreformálását azt nem ott kell elkezdeni, hogy az egyetemére elkezdek elkérni gigászi méretű összeget, vagy éppen leszorítom úgy a keret számokat, hogy ne tanulhasson senki ott, ahol akarnak. Hanem az általános iskolákban kell elkezdeni a megreformálást, hogy az esetleg, hogy a minőségileg megjavított egyetemre be akar kerülni egy tanuló, akkor föl legyen készülve arra. Tehát elő kell teremteni a helyzetet ahhoz, hogy az emberek a tevékenységüket normálisan és okosan végezhessék. Röghözkötés. Ezen is sokat gondolkoztam. Megmondom először, még kicsit úgy is éreztem, hogy jogos. De aztán belegondoltam ebbe, hogy hol élünk, mi ez a feudális Magyarország? Hát a röghözkötés már jobbágyok se kamázták, nem? Te jó! Fogta magát Dózsa György, perágot, összeszedte a parasztokat és megtépte a nemes urakat, mint Sasa Verebes. Mert én nem hiszem el azt, hogy ti nektek magyar fiataloknak az a vágyatok, hogy elhagyjátok ezt az országot. Szerintem ti a megszerzett tudást és a pályátokat itt akarjátok befutni, és a megszerzett tudást azt itt Magyarországon akarjátok kamatoztatni, vagy tévedek? Tehát én azt gondolom, hogy a mindenkori vezetésnek olyan körülményeket kell teremteni, hogy nektek ne kelljen elmenni ebből az országból. Mert ugyan én röghözködhetlek téged, végzel valahol valamelyik egyetemen, megszerzel egy diplomát. Mit érsz vele? Én mit érek veled, ha röghözködlek, hogyha nem tudsz benne itt elhelyezkedni? Tehát az a lényege, hogy nem arra kell törekedni, hogy röközkössem a fiatalokat, mert a szabad akaratot nem szabad akadályozni, hanem olyan vonzó piaccá kell tenni Magyarországot, ahol a diplomás és az egyéb szakmában végzett fiatalok szívesen helyezkednek el. Hát az a lényeg, mert nyilvánvaló az a törekvés a vezetésnek a részéről, hogy a társadalomnak a frusztrációját rátok akarják kivetíteni, hiszen ellenetek akarják fordítani a társadalmat, hogy mit lázadoztok ti, nektek itt kéne dolgozni. És az emberek azt gondolják, persze kössenek röghöz titeket, ne kössenek röghöz. Tegyék vonzóvá Magyarországot mindenki számára. Ne olyan legyen Magyarország, mint hamu pipőke, akinek van egy gonosz mostohája, a magyar kormány. Hát öcsém, én nem akarok nekik söpörgetni. Én a bálba akarok táncolni éjfél után is, és nem kell utánam húzni az üvegcipőt, majd én fölveszem magamnak. És mindannyian ti is ezt akarjátok, ez a lényege. Tehát egy feladat áll a kormány előtt. Tegye jobbá Magyarországot, mert az a dolga. Mert Orbán Viktor is csak egy szolga. Ugyanis a miniszter szó a legjobb tudásom szerint szolgát jelent. És a miniszterelnök, az a szolgák főnöke, az a komornik. Tehát itt az ideje meghallani, hogy csengetett a milord pedig a nép.
Tehát a népet kell szolgálniuk, és erre kell ráébredni, nem egymás ellen fordítani időset, fiatalt, jobboldali, baloldali gondolkodásút. Nem, itt egy ember tapsikol örömében, amikor erre az egészen néz, ami velünk történik, Machiavelli. Az tapsol, öcsém, örömében. Ilyen jót még sose látott, de nekünk erre nincs szükségünk. Egy emberi életre Magyarországra van szükségünk, jó oktatásra, lelkes és jövőt látó fiatalokra, mert így lesz számunkra szebb a világ. Köszönöm szépen, jó gyújtogatást mindenkinek! És akkor most Hamza András égeti el az ő szerződését. Andris végzős szakos hallgató a Szocmunka tanszéken. Ővele korábban nem irattak vele alá ilyen szerződést. Ő szolidaritásból elégeti. Jelképesen, szimbolikusan ezt a dolgot. Magasba! Egy nagy-nagy tüzet kéne rakni.